Születi felvonulással indult útjára Szederkény és a térség egyik legnagyobb, széleskörű összefogást jelképező őszköszöntő kulturális település találkozója. Az iskolától a művelődési házig a Karasica sétány érintésével a fellépők és a vendégek együtt vonultak a rendezvény sátorhoz. A 20. Szederkényi Szüreti Fesztivál és a 2. Karasica Összeköt Fesztivál idén is egy tető alatt került megrendezésre. Schmidt Zoltán ceremóniamester színpadra szólította Hargita János országgyűlési képviselőt, Hergeröder János Szederkény és Hás József bolyi polgármestereket, akik köszöntötték, majd megnyitották a fesztivált. Azokat a településeket fűzi össze a rendezvény, akiket a Karasica is összefűz, de hát a Karasica, mint kis pataknál azért több szimbólumot is látok ebben a rendezvényben. A Karasica által összekötött települések itt a saját identitásukat mutatják meg, és éppen ez az az identitás, ami a napjainkban az európai folyamatokat, ha nézem, akkor ez veszélyeztetve lehet. Remélem sose jutunk el idáig. Addig, ameddig Európát, most már csak 27 nemzetállam, az Unióról beszélek, ugye a brittek kilépésével most már csak 27 nemzetállam határozza meg, addig Európa biztos, hogy sokszínű marad. Ha ez az Európa felhigul, mert sok millió teljesen más identitású ember kerül ide Európába, akkor a nemzetállamok nyilvánvalóan szétesnek, vannak ilyen politikai törekvések, és a nemzetállamok szétesése azt a kulturális sokszínűséget is veszélyezteti, aminek ma itt Szederkénybe örülni és tapsolni fogunk. Nyilván, amiről beszélek, mint veszélyforrás, az nem a holnap kérdése, hanem ez évtizedek alatt következhet be, ha Európa történelme egy ilyen irányt vesz. Ma, amikor Szederkényen ünnepelünk és jól érezzük magunkat, akkor ez csak egy nagyon távoli és rossz vízióként nyilvánul meg bennem, amiről remélem soha nem lesz semmi. Itt voltam a tavalyi rendezvényen is, és nagyon is támogattuk mi ezt az ötletet. Tavalyi évben még a Líder is tudta támogatni ezt az elképzelést, és bízom benne, hogy az elképzelés megvalósul. Tavaly is nagy siker volt, gondolom az idei is jól fog sikerülni. Következő pedig Horvátországban, tehát végül is a Karasica valóban össze fog kötni itt egy 15-20 települést, akik ezt magukénak érzik. Nagy a lelkesedés. Jövőre a Batina jelezte, hogy ők szeretnék ezt folytatni tovább. Viszik ezt a riói lángot, vagy a Karasica lángját tovább. És a településünkön is nagy a lelkesedés, és szívesen mennének megnézni, hogy hol folyik a Karasica bele a Dunába. Tavaly, mikor fölkértek bennünket, hogy legyünk partnerek ebbe a rendezvénybe, nagyon megörültünk, mert hát a Karasica mellett élünk, és a Karasica ott végződik mi nálunk, és úgy gondoltuk, hát ez a kötelességünk is, hogy mi itten részt vegyünk, ezt nem lehet kizárni. Tavaly ugye nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor egy kicsit egy ilyen kulturális település találkozott, ugye ennyi 26 települést megpróbáltunk összehozni és egy kicsit megmozdítani. Kisebb-nagyobb sikere volt, ahol nem sikerült ideérkezniük, de nagyon sok település elfogadta a felkérésünket, és tavaly is, idén is itt vannak, és színesítik a programjaikat, úgy kulturális műsorba, úgy egy kis termékeik bemutatásuk, vagy a településük bemutatása, úgy, ahogy mi is megpróbáltuk egy kicsit Szederkénynek minden pontját bemutatni a mi kis sátrunk alatt, és hát a kulturális műsoron ugyanúgy megpróbálunk helyt állni.
Magyarország is egy sokszínű világ, de én országgyűlési képviselőként bárhol forduljam, én mindig azzal büszkélkedem, hogy az én választókörzetem, a Mohácsi térség, az országban a legszínesebb térség azzal, hogy a magyar ajkúak mellett németek, szerbek, horvátok, romák is itt élnek köztünk, és gyakorlatilag ez a kultúra ma, ez a sokszínűségét ma Szederkényben meg is mutatja magát. Öröm egy ilyen rendezvényen itt lenni. Színvonalasabb kulturális műsorral készültünk az idei évben, mint a tavalyi évben. Én úgy gondolom, hogy ez az, amire még egy kicsit ráerősítettünk, illetve amire még rá erősítettünk, az a gyerekprogram. Nagyon-nagyon sok gyerekprogramot szerveztünk, és úgy tűnik, hogy az időjárás is elfogadta a felkérésünket, és így, mert ugye hát nyilván a gyerekprogramhoz az nagyon fontos, meg hát az egész programhoz, hogy az időjárás megfelelő legyen. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatunk vannak német irányba, felvidék irányba, Erdély irányába, és a déli irányba nem. Tehát mi ezt szeretnénk, ezt a görcset feloldani. Szeretnénk, hogy legalább azokkal a településekkel, amelyek közvetlenül itt vannak, és természetesen még tudunk is magyarul beszélni egymással, ezek a településekkel egy közvetlen kapcsolatot kiépíteni. Örülök ennek, hogy a jó ötletek össze lettek gyurmázva, valóban így van, és tele van élménnyel, jó műsorszámokkal, és ez sok embernek tetszik. És mivel külföldre is mehetünk, és ez a környező településeket is lelkesíti, én úgy érzem, hogy lesz ennek jövője, és egy hosszú távon is megmarad ez a Karasica. Ez a legjobb, szoktam mondani, amikor mindenki saját gyerekének érzi, mert akkor ez életbe fog maradni, nem kéne ezzel foglalkozni, most hogy ez kinek az ötlete volt, ehhez hozzá lehet tenni, el lehet venni, de a lényeg az, hogy menjen, működjön és jól működjön.
Mindeközben a hordók mélyéről előkerült az óbor is, amelyet ízlelgettek és kóstolgattak a sátorban szórakozók. Jövő ősszel Batinán folytatódik az időközben hagyományossá váló szüreti mulatozás. Sok sikert kívánunk a szederkények által jó megalapozott folytatáshoz.